Két miskolci résztvevővel rendezik meg június 6-a és 13-a között Budapesten a judó világbajnokságot. Az olimpiai kvalifikációs sorozat utolsó, ezért pedig nagyon fontos helyszínén 131 ország 700 versenyzője küzd majd a tatamikon. Köztük lesz Gercsák Szabina, aki a 70 kg-os, valamint Sáfrány Péter, aki pedig a 90 kg-os kategóriában szerepel majd. Mindketten csütörtökön kezdik meg küzdelmüket. Nem kevés nagy akadályon túljutott már pályafutása során Gercsák Szabina, de most alaposan feladta a sorsa leckét a DVTK ifjúsági olimpiai világ és Európa bajnok, valamint junior világ és Európa bajnok klasszisának. Hiszen a tatai edzőtáborban eltört a versenyző lábúja, és így kell majd helytállnia a budapesti judó világbajnokságon. A 70 kg-os kategóriában szereplő miskolci cselgáncsos nem gondolta arra, hogy kiadja a hazai rendezésű világversenyt, hanem hátrányából igyekszik majd előnyt kovácsolni és megküzd ellenfeleivel az olimpiai kvótáért. Ha nem arra gondolok, hogy csak ne lépjenek rá, akkor nem lépnek rá, és úgy jó, de igazából szerintem nem fog akadályozni, mert addigra pont 3 hét lesz, tehát elméletileg már jónak kéne lennie, nyilván fog fájni, de szerintem lesz akkora izgalom, hogy ezt most pont ki fogom tudni zárni. Az MVSC junior Európa bajnoki bronzérmese, a 90 kg-ban tatamira lépő Sáfrány Péter is ott lesz majd a hazai rendezésű világbajnokságon. A miskolci sportolói sérülésen esett át, amit úgy használta ki idézőjelben edzőjével, hogy intenzív erősítéseket végzett, majd amikor már lehetett, visszatért a küzdelmekhez. Nyilvánvalóan, mint mindenki, nyerni megy oda, de azért azt meg kell hagyni, hogy ez nem az én korosztályom, hiszen én még junior vagyok, én leszek a legfiatalabb a magyar csapatban. Minden erőmmel azon legyek, hogy a lehető legjobb eredményt elérjem. A budapesti olimpiai kvalifikációs judó világbajnokságon induló magyar válogatott két miskolci versenyzőivel készült beszélgetésünket keddi sportműsorunkban láthatják majd.